Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Köszöntöm a Dél-Magyarország Podcast csatornájának hallgatóit. Kovács Erika újságíró vagyok. Az országban több helyen, többek között Csongrád-Csanád vármegyében, ezen belül Székkutason és környékén is hatalmas gondot okoznak a vetési varjak. Erről az Agrárkamara most egy statisztikát készít, hogy felmérjék a pontos károkat és keressék a megoldást. Több nemrég megjelent hírrel ellentétben nem a varjóállomány gyérítését szeretnék elérni, hanem azt, hogy megtérítsék a gazdák kárát. Erről beszélgettünk Szél Istvánnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád vármegyei elnökével. Az elmúlt években Székkutason és környékén nagyon-nagyon elszaporodtak a varjak, ami igen nagy problémát jelent a gazdálkodóknak. Több gazdával is beszéltem az elmúlt években, kérték a segítséget akár a médián keresztül, akár a hivataloktól, hogy megmentsék a terményüket, mert nagyon-nagyon sok kárt okozott nekik, több százezer forint értékben. Miért szaporodtak itt el a varjak ennyire? Kezdjük az alapoknál. Magyarországon és a világban 6 varjúfajt különböztetünk meg, és ebből Magyarországon az én ismereteim szerint 2 van. Egyik az a dolmányos varjú, amely onnan ismerhető meg, hogy nem teljesen fekete, hanem a fej tőtől egészen a nyakövéig egy világos színű, szürke színű sál veszi körbe. A dolmányos varjú egyébként egy vadászható madárfaj, és van ugye a vetési varjú, amely esetében a kérdés érkezett, ami Magyarországon ugye 2001 óta védett madár, és egyébként 2009-ben az év madara is lett Magyarországon. Ez a varjú az 1800-as években hatalmas nagy kolóniákban élt Magyarországon, egyébként ez egy eurázsiai madárfaj. Nagyon nagy kolóniákban élt Magyarországon, de a mezőgazdasági kultúra és a művelés, illetve az éghajlatváltozás azt eredményezte, hogy jelentősen leesett ennek a madárfajnak a populációja. És hogy Székkutason miért került elő ez a téma, és nem csak Székkutason, hanem Magyarország több pontján, többnyire nemzeti parkok területei mellett és területein okoznak jelentős mezőgazdasági károkat. Ugyanis volt egy Európai Uniós pályázat, ahol a kékvélcse programot erősítették, illetve hozták vissza Magyarország több pontjára. A kékvélcse az egy ragadozó madár, és nagyon nagy szükség van itt egyébként Székkutason a pusztában is, a Körösmaros Nemzeti Park területén már immár több mint 10 éve működik a kékvélcse program. És hogy miért van szükség a varjúra? Ez pedig azért, mert a varjúfészekbe költözik be a kékvélcse, és ezáltal a egyik madár segíti nyilván a másik madarat. Ezt hozta a biológia, és ezt hozza az evolúció. A vetési varjú, mint ahogy mondtam, ugye védett madár, és jelentős mezőgazdasági károkat okoz immár 5-6 éve. És Székkutason, a székutasi gazdák is már sokadik éve jelzik azt nekünk, hogy mint tavasszal a magok elvetésekor, illetve ősszel a napraforgó aratása előtt jelentős károkat tudnak okozni, például a napraforgó fejbe, és ezáltal jelentősen meg tudják dézsválni ezt. Ugye kolóniákba közlekednek, kolóniákba élnek, itt képesek akár több százas, vagy akár ezres darabszámban is, egyetszámban is leszállni egy-egy adott táblára, és szinte pár perc alatt megdézsválni ezt a területet, és ezért kezdeményezte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az adatgyűjtés megkezdését. Ugye én is látom naponta, hogy hol csapnak le éppen a varjak. Azt mondják a szakemberek egyébként, hogy nem csak károkat okoz, hanem néha hasznot is hoz a gazdálkodóknak, mert hogy a bogarakat, gilisztákat, mindenféle férgeket is összegyűjtenek bizonyos időszakonként. De például, amikor elvetették a gazdálkodók a napraforgót, azt láttam, hogy itt a 47-es főút mellett az egyik gazdálkodó úgy próbálta megvédeni az elvetett magot, hogy ilyen hosszú rúdra, ami valószínűleg egy horgászbot lehetett, ilyen madár jellegű imitációkat tett föl, és azok hajladoztak ott a szélben, hogy így riassza el a varjakat.
Tehát a gazdák mindent megtesznek, amikor már van termés, tehát amikor úgy mondják, hogy teljesre fordul akár a kukorica vagy a napraforgó, akkor volt olyan gazdálkodó, aki például motorral körözött a táblája körül, hogy az erős hanggal elriassza. Volt, aki vadászt hívott, hogy puskalövéseket adjon le, de a varjak azok nagyon okos állatok, és megtanulják ezt, hogy mikor kell félni, meg mikor nem. Igen, nyilvánvalóan a mezőgazdászokat, ha megkérdezzük, hogy a varjú az hasznot hoz-e, vagy többnyire kárt okoz, akkor itt székutas határában azt tudom ennek mondani, hogy jelentős a kártételük. Táblánként akár több százezer forintos, vagy akár milliós nagyságrendben képesek kárt okozni. És a védekezés az pedig nem csak motoros, vagy akár madárijesztő tekintetében lényeges, hanem hangágyú, ami viszont a helyi lakosoknak kellemetlen, hiszen ezek a hangágyúk akár 5 percenként, 10 percenként beállítás kérdése bizonyos időközönként gázműködésű hangrobbanást idéznek elő, és ezáltal is próbálják meg elijeszteni a varjakat. Tehát nálunk ez egy mindennapos probléma már több mint 5 éve, és én megértem azt, hogy az ország döntő többségében ez nem probléma, de azt tudom, hogy Csongrád-Csanád megyében, Békés megye bizonyos részén, ahol ott is nemzeti parki területek vannak, vagy akár Hajdú-Bihar megyében, jelentős problémákat okoz, és ezért gondoltuk azt kamarai elnökökkel összefogva, hogy szeretnénk elindítani egy folyamatot, amely esetében ez már nyilván megtörtént 4 vagy 5 évvel ezelőtt, éppen egy székutasi fogadóra alkalmával a Térség Országgyűlési képviselője kezdeményezte a védett fajok mezőgazdasági kártételét, mint megfogalmazást, hogy kerüljön bele a törvénybe, és ezáltal a gazdákat lehessen a kárukban segíteni és megtámogatni, tehát hogy kaphassanak valamiféle kártérítést, hiszen a varjak elszaporodása az nem csak biológiai alapon történt meg, hanem természetesen elrejt a Nemzeti Park egy uniós pályázatból jelentős erőfeszítések mellett ezt a kolóniát hagyta megtöbbszöröződni, és most már én azt gondolom, hogy több tízezer található székutas, vagy akár Békés megye bizonyos részein, és ez okoz jelentős kárt védekezni, meg nyilván a gazdáknak is meg kell tenniük mindent, és ez egy nagyon fontos dolog. De ami a legfontosabb, hogy erre nekünk nincs egy adatbázisunk, nincs egy olyan statisztikánk, hogy akkor pontosan hol, mekkora károkat okoznak, és a kamara ezért indított el országosan azt a kezdeményezését, hogy a falugazdászokon keresztül azon gazdák, akiket köztudottan, vagy ismeretében varjúkár okozott problémát, ott történjen meg egy regisztráció, egy adatfelvétel, és ebből készítsünk egy statisztikát, mert a statisztikákból lehet utána bárminemű következtetéseket levonni és döntéseket meghozni. Tehát akkor a falugazdásznál kell jelentkezni mindenkinek, akiknek bármilyen kárt okoztak a varjak. Természetesen is van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara oldalán is egy olyan online űrlap, amelyet nagyon egyszerű adatok megadásával ki lehet tölteni, és ezáltal is segíti nem csak a mi munkánkat, hanem majd a későbbiek során a kitöltő is bízunk benne, hogy segítséget fog majd tudni kapni. Tehát ezt szeretném kihangsúlyozni, mert azért több olyan cikk megszületett az országos sajtóban is, hogy itt a kamara, amely most azon dolgozik, hogy gyéríteni lehessen vadászat, tehát engedélyezhessék a vetési varjaknak. Nem ez a célunk, de azt meg kell, hogy értsék akár a madárvédők, a természetvédők is, egyébként mindenki, mert én magam sem szeretek azért állatot elpusztítani, lelőni, vagy bármi, hogy azzal egyébként a mezőgazdászoknak jó legyen, mert nyilván a mezőgazdász a legjobb természetvédő, tehát az ő élete minden nap abból áll ki, hogy együtt működik a természettel, ő hozza létre azt az ökológiai faunát a földje körül, ami egyébként számára is hasznot hoz, tehát nem ez a célunk, hogy állatokat öljünk és öldössünk, hanem szeretnénk egy statisztikát készíteni, és utána erre kitalálni egy tervet. Ha ez a terv abból fog adódni, hogy a gazdák valami úton módon kártérítést kaphatnak, akár a Nemzeti Parkon keresztül, az Agrárminisztériumtól, vagy a magyar kormánytól, akkor azt gondolom, hogy mindenki megnyugszik, vagy olyan pályázatokat indítanak, vagy olyan pályázatokat írnak majd ki, amivel eszközöket lehet arra venni, hogy a mag elvetésétől egészen a kikelésig, és utána pedig ugye a termés learatás előtti időszakban tudjuk távol tartani az adott kolóniákat, vagy egyedeket ezektől a termésektől, és akkor megoldjuk meg külön ezeknek az állatoknak az etetését és táplálását. Tehát mi
mi most egy adatbázist és egy statisztikát készítünk, amire minden gazda figyelmét szeretnénk fölhívni, és másrészt pedig segítségül hívni. Van erre valamilyen határidő? Nincs határidő, hiszen ez az év biztos, hogy ez el fogja venni, hiszen már most is be lehet jelenteni, egyébként már több tucat gazdálkodó jelentette be egy székutason is, és majd természetesen napraforgó aratásakor is, most csak egy példát mondtam, napraforgó aratásakor is biztos, hogy benne sokan fogják ezt majd jelezni. Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.